A listavezető FTC Telekom a sereghajtó Fehérvár FC-t fogadta a Simple Liga 17. fordulójában. Az előzetes várakozásoknak és erőviszonyoknak megfelelően a szokásos zöld-fehér szerelésében pályára lépő Ferencváros kezdett jobban, mi több eredményesebben, ugyanis Vlada Kubaszova egy remek beadás után már a 4. percben betalált. A folytatásban is a hazaiak akarata érvényesült, és a 12. percben nem is sok hiányzott hozzá, hogy megduplázzák előnyüket a zöldfehérek, de ez a bődületesen nagy távoli löket a kapufán csattant. A 14. percben a ferencvárosi 14-es Fenyvesi kényszerítőzött Csigivel, Terestényi Anna azonban nagy bravúrral védte a közeli lövést. A helyzetek után cseppet sem meglepő módon jött is az újabb ferencvárosi találat, a 33. percben Jaden Edwards duplázta meg a Fradi előnyét. Mindössze 3 perccel később Fenyvesi küzdött nagyot a labdáért, majd a beadásból Kubaszova megszerezte saját maga második csapata 3. gólját. Szegény embert még az ág is húzza tartja a mondás. A 38. percben Terestényi mozdult ki a kapujából egy hosszú indításra, de a labdával nem, csak ferencvárosi támadóval találkozott, amiért Kalmár Petra játékvezető azonnal kiállította. A megítélt szabadrúgáshoz Pap Luca és Csányi Diana állt oda, végül utóbbi tekert a hálóba 4-0-ra módosítva így az eredményt. A kapuba érkező német Noémi ugyan úszott a levegőben, de nem tudott hárítani. A szépségtapasz az imént látottakhoz hasonlóan szabadrúgásból jött össze a vendégeknek, még az első félidőben, de már a 47. percben Szabó Bernadett alakította ki a 4-1-es félidei állást. Hiába játszott emberelőnyben, a Fradi a fordulást követően egy darabig csak helyzetekig jutottak a zöldfehérek, de az 58. percben Kubaszovához hasonlóan végül Edwards is duplázott. Mindenféle gólt láttunk már eddig is, de a legszebb a 63. percben jött. Pap Luca bombájához sok mindent alig ha kell hozzáfűzni, maximum annyit, hogy ezzel lett 6-1 az állás. A hajrában akár tovább is nőhetett volna a különbség, de ez a ferencvárosi zicser ezúttal kimaradt. A végeredmény tehát a Kocsis Sándor Sportközpontban, Ferencváros Fehérvár 6-1. Úgy érzem, hogy jól álltak vele a lányok a mérkőzésbe, tiszteltük az ellenfelet, nem becsültük le őket, és megfelelő koncentrátsággal, illetve egy jó tempóba tudtuk kezdeni a mérkőzést, hamar tudtuk megszerezni a vezetést, utána voltak helyzeteink, azért ott egy kicsit nagyobb koncentráció vagy figyelemmel még növelhettük volna, de abszolút elégedett vagyok, egy pici hiányom, hogy az első fél időben, amikor átjöttek, 6-szor körülbelül az ellenfél, amit érfelünkre, abból 3 veszélyes lehetőség volt, tehát egy kicsit jobban oda kell figyelni, mert általában minden csapatunk, vagy csapat ellenünk kontrára játszik, tehát beállnak védekezni, vannak gyors, agresszív csatáraik, és azok tudnak bonyodalmat okozni, de megoldottuk. Eléggé védekezésre álltunk be, részben működött, és sajnos még kaptunk olyan gólokat, ami véleményen szerint elkerülhető lett volna, és azért 70 percig ember hátrányban focizni le a kalappal a csajok előtt, mert a tempó azért az volt. Úgy gondolom, hogy a csapat nagyon jól kezdte a mérkőzést. Minden taktikai utasítást be tudtunk tartani. Nagyon gólgazdag meccset játszottunk, rendkívül hamar megszereztük a vezetést is. Elégedett vagyok. Tudtuk, hogy erős ellenféllel fogunk találkozni, ezért a védekezésre fektettük a fő hangsúlyt, amiben sajnos már mindjárt az első 5 percben belehibáztunk. Ez azt gondolom, hogy nem tett jót a csapatnak, de utána egészen jól fel tudtunk állni, és az előző mérkőzésekhez képest nagyobb tartást mutattunk. Azonban jöttek újabb hibák, és a kiállítás pedig azt gondolom, hogy végleg megpecsételte a mérkőzés sorsát. Az, hogy szereztünk gólt, az pozitívum és jó, mert ez már régen történt meg a bajnokságban, és azt gondolom, hogy ebből merítkeznünk kell, illetve a második fél időben azt gondolom, hogy az ellenfél támadás vezetései nem minden esetben látszott meg, hogy emberölönyben vannak, úgyhogy erre a védekezésünkre is építhetünk, azonban
ennél kevesebb gólokat kell kapnunk. Szerintem az első félidő az nagyon jól alakult, rég kezdtünk ilyen jól egy mérkőzést, hogy rögtön már a legelején vezetést szereztünk, és jöttek helyzet hátán jött is. Aztán a második sikerült ugye egy kiállítást is az előnyünkre kovácsolni, úgymond, és a második félidő az egy kicsit már nehézkesebben jött. Ugyanott is rúgtunk gólokat, viszont az már nagyon beállt a Fehérvár, és mi sem ugyanazzal a játékkal próbálkoztunk, amit az első félidőben nyújtottunk, úgyhogy a második félidővel annyira nem vagyok elégedett, de az elsőre mindenképp lehet majd a jövőben építkezni. Tudtuk, hogy a Fradi egy jó játékerőt képvisel, ezért tudtuk, hogy valószínűleg védekezéssel fog menni a meccs nagy része. Ez így is lett, ez valósult meg. Próbáltunk szervezetten védekezni, ez helyel közel sikerült, de egy valós, reális eredmény született szerintem. A Fehérvár legközelebb a Győrt fogadja majd, míg a Ferencváros a Haladást látja vendégül a 18. fordulóban.